Üdvözlök mindenkit, Pili Szent Iván, a Dömös Budaörs, a Piroson című, vagy fordítva nem is tudom, film folytatása következik. Most jöttünk a busszal, itt van 100 méterre, elértük a pirost, itt megyünk tovább egyenesen ki, és akkor megyünk egészen Piliszántól, Piliszentkereszt a mai napi terv. Hát induljon a film. Na, lassan kiérünk a faluból. Itt a kőporgyár, vagy a manó. És majd arra fele megyünk tovább. Lassan bevesszük magunkat az erdőbe. Nagyon jó idő van. Csippognak a madarak. Főleg cinegék. Hát alig, hogy kiértünk. Mindjárt egy komolyabb kaptató. Nagyon szép kis fenyőerdőbe. Megyünk fölfele. Majd most átmegyünk majd a nem sokára a főúton is. De még egyelőre itt a erdőbe banduklunk. Leértünk a hegy, jó meredeken a hegyről. Ilyen vegyes erdő, fenyő, stb. De nagyon szép kis helyen jött. Helyen volt egy kisebb kilátás is, de az elején az megvolt. Hát itt a tízesen, azt hiszem tízes, át kell kelni. Hát az egy kicsit érdekesebb lesz, mert a forgalom azon általában nagy. Sok a fagyírtás. Hát kell a tüzelő. Hát értünk a tízesen elég szerencsével. Nem volt éppen nagy forgalom, és mindjárt találtunk egy pihenőhelyet. Van itt egy busz megálló, valaki idáig azzal jön ki. Meg valami vendéglátóhely, de most zárva van. Hétvégén lehet, hogy nyitva parkoló, van itt minden. Na, újra fenyőerdőbe értünk. Előbb még nagyon csicseregtek a madarak. Most úgy látszik, jól laktak és elhallgattak. Most megint emelkedünk természetesen. Nagyon szép helyen jövünk, fenyőerdő. Néha padok is vannak, ez éppen padlót fogott, vagyis kidőlt. Olyan feelingje van az embernek, mint hogyha Spartacus ösvényen menne. Csodálatos a fenyő illat. Hát meg az időjárás is van, vagy 15 fok. Na, itt az első komolyabb kilátóhely. Látni a kevélyeket, a Csobánka környékén a hegyeket, az Oszói csúcsot. Na, még egy picit közelebb hozom, ha lehet. Nem már túl közel van. És akkor továbbra is itt a keskeny kis vadászcsapáson. Hát meglepetésre nekem nagyon tetszik ez az út. Nem gondoltam volna, hogy ennyi szép kilátás van. Itt pedig már lehet látni a Pilistetőt. Ott van rajta a kilátó. Hát oda megyünk most egyelőre. Ott szeretnénk ebédelni, ha elérünk oda, Piliszántó faluba. A busz végállomásnál vannak asztalok. Lejöttünk a pirosról, volt egy csapás. Gondoltuk, hogy valami kilátóhelyre vezet. És igazunk lett.
Talán messze hármas határhegy. Ha mindjárt visszamegyünk, meg nem megyünk itt tovább. Nagyon szép. A Pilisszentkeresztig tervezzük egyébként. És ha belefér még a Deraszurdok, jó lenne. Valamilyen csúcsra érkeztünk. Van valami emlékmű is. Hát egy kisebb kilátás van arra, Kevélyek felé. Egyébként itt szembe nem messze van a kis hegy. Ott megy a sárga, ami ugyanúgy Budaörstől nem Dömösig megy, hanem Esztergomig. Az már viszont szerepel a csatornámon fent. És amit említettem, itt jön föl a sárga. Pilisvörösvár felől egy darabig együtt megyünk. Nem tudom meddig, mert mi Pilisszántóra bemegyünk, ahol az a kőbánya van, ott vezet a piros be, sárga meg valahol elkanyarodik. Nem megy be Szántóval. Pilis tető mellett. És itt akkor megebédelünk. Korai ebéd lesz. Erre már jártam, úgyhogy az látszik azonnal felvételen is. Kicsit eljövök elrébb. De nem biztos, hogy sokkal többet látok. Hát tavaly jártam erre, akkor a sárgán. Hát már nem sokáig megyünk a sárgával. Nem is megyek tovább, mert többet innen sem látni. Hát sajnos, míg megebédeltünk, befelhősödött keményen. Nem tudom, mi sül ki ebből. Egyelőre napsütés biztos nem. Mindegy, mi azért megyünk tovább. De így valószínű a Deraszurdok kimarad, mert mi odaérünk, sötét lesz. Így, napsütés nélkül. Na, egy kis nyíltabb terület. A Pilis már gyönyörűen látszik. Hát a sárga az ott az aljába megy el. Látszik a Pilis tetőn fönt a kilátó is. Hát most nem arra megyünk. Megyünk erre tovább Pilisszántó felé. Nem sokára odaérünk. Egy újabb pihenő, azt hiszem Ilona pihenő talán. Itt tűzrakóhely is van. Találkozzunk túrázókkal, azt mondták, itt szalonnát sütnek. Hát úgy néz ki, ebből nem eszünk, mert hát egy kicsit zajos lett most a pihenő. Faírtás van. Remélem, el tudunk menni. Dől a fa. Kidőlt, hát nem láttuk közelről, amiért viszont elővettem azt a nagyon szép kis völgykanyarogot lent. Egy kicsit zajos az erdő, de szép most is azért. Itt be lehet látni. Ott is vezethetnék az utat, de valószínűleg itt jön. Szépen haladunk tovább már. Látszik a kőbánya, ott megyünk el majd alatta. Most nem megyek fel, mert van egy filmem, ami beszerepel, az a kőbánya is be van mutatva.
Hát itt aztán van jelzés bőven. Ló, bicikli, ilyen sárga, olyan sárga, akár pilis, PB, nem tudom milyen út, az is. Na, közeledünk Pilisszántó felé. Úgyhogy rövidesen ott megyünk el a kőbánya alatt, és fel oda, ahol látszik az a torony valamerre, arrafele dobogókőnek a tetején van az. Na, azért kapcsoltam itt be, mert ketté ágozik a piros, a jobb oldali az bemegy a faluba, de nekünk, ami a Csévi nyerek fele megy, az itt vezet. Ugyanott lent van a bokrok között jelzés, de hát ott elmenni már nem lehet. Most elmegyünk itt is, ott fogunk elmenni a Pilis tömbje alatt, mert amúgy meg a faluba mennénk be, és akkor ott kellene a házak között végig menni, hogy arra dobogókő fel el tudjunk, vagy hát Piliszen kereszt fele menni. Szépen látszanak hátunk mögött a hiszi hegyek. Hármas határhegy, kevélyek, és a többi, többit nem nevezem meg, mert nem tudom. És akkor itt megyünk az úton, hát most éppen nem sáros, esős időben biztos, hogy ragad a cipőre. Na, arra fogunk menni. Hoppá! Ott vagy, de először még egy kicsit erre. Közben egész jól megközelítettük a Pilist. Hát majd ott a két bánya között megyünk fel valahol, egy darabig a műúton. És itt van a Csévi nyereg a térkép szerint. Kicsit arrébb még. Na, megérkeztünk idáig. Akkor a sárgát jártam, itt láttam őzeket. Itt mi a piroson elmegyünk arra. Sajnos úgy nézem, egy kicsit sáros. Mert a sárga meg megy arra tovább föl. Aztán a hegylábánál balra elfordul, és Lastron pusztához köt ki. Ez a Csévi nyereg. Mi innen megyünk vissza. Hát egy jó nagyot kerültünk a vezető út kijelölés miatt, hát akkor is erre jöttünk, mert erre mutatta az utat. Hát itt aztán nem egyszerű menni, nem sűrű járt út, úgy látszik. Itt már egész tiszta, az előbb már letépte rólunk a ruhát, a dzsindzsa. Na, innen látszik, azért emelkedünk egy kicsit. Visszatekintve arról jöttünk. Hát sajnos a napfény elmúlt, elbújt. Nem úgy néz ki, hogy ma már kivilágosodna. Hát kicsit szürkébb, de még mindig a piroson jövünk. Hát az eleje elég ruhatépő, de itt már azért járható. Hát újra egy panoráma felvétel. Ez itt már Pilisszántó új telep, ott arra hátrább a falu. Kitettünk egy kicsit nyíltabb részre. A kőbánya foltja látszik, ott fölötte az a kilátós rész. És a Pilisnek a szántó feldoli része. Itt már egész jó az út. Sok a madár is itt. Apró bokrokon. Hát egy kicsit néha ruhatépő, de hát ezzel együtt kell lenni. Már aki szereti a csipkebogyót, az ehet nyugodtan, mert meg van puhulva. Én már ettem belőle. Szeretem nagyon.
És akkor ott van a kőbánya, oda nem megyünk most fel, mert van fent a csatornában, ahol ott készült felvétel. És akkor innen egyed a Pilisszántó, meg környező hegyek, ott a Kevélyek, az itt nem tudom szemben milyen csúcs, a hármas határhegy, látszik a Jánoshegy, meg hát erre majd a Burai hegyek, Szénások, stb. Na még egy kis panoráma a Szántói medencéről. Arra ott Sólymár, Pilisvörösvár. Mert most lehet, hogy bemegyünk a Bokrosba megint, és nem lesz kilátás. Itt vezet fel az út a kápolnához. Hát mi nem megyünk föl, mert már így is csúszásba vagyunk. Érdemes felvenni egyébként, szép ott. Gyönyörű a kilátás is. Szebb még talán, mert magasabban van, mint innen. De ha megnézitek a valamelyik filmen, vagy a Sárgán, vagy a Zöldön mentem, mikor odáig fölmásztam. Hát itt van egy ilyen képes tábla itt a régi bányáról, meg szénégetők talán, vagy mészégetők, nem is tudom, most nem olvastam el. És a bánya része ott van, hát ami alul van, és ahol jöttünk, itt jobbra nem messze van a csillagösvény kezdete. Hát sajnos nekünk most időnk nincsen, de mondom, valamelyik filmember szerepel, amikor itt jártam. Itt van egy nagy tábla, a kopárcsárda megvan, az volt az a csárda ott, amikor jöttünk. Itt az a Böldögözsép kilátó, Pilistető, hát van itt egy csak Pilis Szentkereszt, 3,4 km még, mi oda tartunk. Egyébként itt van a buszforduló, aki csak a bányához jön neki, meg hát valami barlang is van ott, meg hát természetesen fel lehet menni a Zöldön a Pilistetőre, az is szép. Hát itt sok felé lehet menni. Na, mi meg megyünk egyelőre tovább a Piroson, Pilisszentkeresztre. Beszeretném ma fejezni ezt a részt, mert utána meg Dobogókőn át Dömösön. Ha itt az eligazító tábla, 1,7 még Pilisszentkereszt, Csobánko, hát van itt minden. Nem is tudom, hogy azt hiszem valamilyen zöldet jártam én, amikor ott a fönt a kőbányánál voltam, hát azt kell megkeresni. Szerintem akkor a Csobánka lehetett, Kesztőt Csobánka, igen. Az az a Pilisbe, amit tette mutat. És akkor itt megyünk a Piroson, már nincs messze ezt. Hétfőn, ha sikerül, folytatjuk, akkor elmegyünk Dömösig, és meg lesz az egész út. Hát itt jól el lehet mászkálni, még egyet a Pilis tömbjéről, azt indulunk lefele. Na, az ott szembe Dobogókő, ott az antenna látszik. Oda fogunk felmenni, de most egyelőre ide Pilis Szentkereszt. Hát sajnos a Dera patak völgyét azt most nem fogjuk megnézni, pedig szerettem volna, mert nem a belefér, hanem rossz az idő, sötét van már. Nem süt a nap, így értelmetlen egy olyan szép helyre elmenni. Majd lehet, hogy mikor innen folytatjuk Dömösig, akkor onnan kezdünk lentről a patak aljától, és jövünk fölfele. Most egyelőre bemegyünk ide a településre,
aztán buszra ülünk irány haza. Megérkeztünk Pilisszentkeresztre, majdnem a végénél. Sőt, bemegyünk a faluba, ott már nem fotózok. A nyomolyás a nap, meg most jön elő, még a lehet, hogy a végén el kéne menni a szurdokba. Hát nem, majd legközelebb. Akkor besüt a nap, most már lassan napnyugta lesz. Hétfőn folytatjuk. Folytatjuk az utunkat a piroson, ami erre megy. Ott a Pilistető, gyönyörű szép reggeli napfürdőbe. Hát arról jöttünk a piroson, és akkor megyünk fel Dobogókőre. Most egy kicsit emelkedni fog a út. Az pedig Dobogókő, arra fel van mindjárt. Hát valamennyit lehet látni belőle. Nem sokat. Na, kiérünk a faluból lassan. Pilis tömbje még látszik a fák között. És akkor nem sok van már hátra méterbe, de azért még akad. Hát ilyen az út itt felfele, kis alacsony fák között. Kicsit nedves, csúszik, de egyébként nincsen semmi probléma. Küzdünk az emelkedővel felfele. Na, egy szép kis szurdok van itt mellettünk. Közben szól a telefon, kis szikla, hát jó kis emelkedő jöttünk, hát kell vagy 300 arány méter szintet menni. Na, haladunk ám azért, elértük itt a sárgát is, most együtt megyünk a sárgával, itt vezet az út. Nagyon szép az erdő, gyönyörű idő van, ez csepp szél nincsen. Úgyhogy remélem jó lesz a kilátás. Mondjuk elég párás a levegő már. Na, ott van egy holló károgott el ott fölöttünk. Megzavartuk a meditációját valószínű. Még mindig útban Dobogókő fel. Csak ide értünk valami építményhez. Nagyon szép kis faház, fakerítéssel. Nem tudom, mi lehet ez. Nem is olyan régen épülhetett. Lehet, hogy erdészlak vagy. Fogalmam sincs. Nem sokára Dobogókőn leszünk. Na, még ez a ház csak most készül, de már itt utak is vannak, úgyhogy nem sokára a hegytetőn leszünk. Több ház is van itt már, úgyhogy Dobogókőn vagyunk nagyjából. Még a kilátóig azért van mit menni. Ott pedig kávézás következik. Törpepályék lakja, hupikék, törpikéké. Hát felértünk most már, rövidesen a buszmegállóban leszünk. Itt a parkoló fönt, ahol látszanak a kukák. Elmegyünk a kilátó, kinézünk, szindulunk le Dömösnek. De még először a turistaházba megnézzük, nyitva van-e az presszó étterem, nem is tudom mi az. Dobogókő parkoló. Van egy pár autó már, nagyon szép az idő. Péntek van, úgyhogy ma már szaporábban lesznek
meg holnap után, főleg ha így marad, gyönyörű napos. És akkor ide a turista házba benézünk. Füstszag van azért itt is. Ötvös Loránd turista ház. Megérkeztünk a kilátóhoz. Rálátás a Dunakanyarra. Sokat nem filmezek róla, mert szokásos képek. Most annyira nem is jó a kilátás. Ott középen az a szikla már szerepelt egy filmbe. Lemegyünk Dömösre, aztán befejeztük ebből a utat. Elindultunk a piroson lefele, Dobogókörről. Ha úgy néz ki, ma időben befejezzük. Nem olyan hosszú ez az út. A látványosság azért volt benne. Meg hát erdőbe járni csak a friss levegő miatt is érdemes. Azért hóvilág is legyen. Ott van egy egész hóvirágmező. Hát sajnos az erdőben nem látunk, ez be van kerítve. Újabb kilátóhoz érkezünk, a Rezső kilátó. Körülnézünk innen is. Egy másik irányból itt. Hát gyönyörűen látszanak a vadállókövek. Hát a csóványos arra a homályban van, az nem nagyon. De viszont a naszálynak a többje valamivel jobban látszik. Ottan az a... most elfelejtettem, mi annak a sziklának a neve, pedig voltam ott már fent. Itt lent van a rámszakadék. Ott van Dömös. De mi ott megkerüljük valahol a hegyet. Más irányból megyünk be. Hát aki kíváncsi rá, itt a táblán el tudja olvasni a mi merre. Hát nagyon szép. És ottan szemben a Szent Mihály hegy, a Duna másik felén. Oda is érdemes elmenni, mert nagyon szép, ott a barlangok is vannak. És akkor a többi. Még egy kicsit a vadállókövekről közelebbit. Na és ugye azt még el is felejtettem említeni, a vadállókövektől nem messze van a prédikálószék. És akkor oda készülünk le. Újabb eligazító tábla, Szakónyerek, Dömös, majdnem 6 kiló, Pilispal, Dobogókő. Az másik irány, Lukácsárok, rámszakadék egy egészét. Hát itt a sárgán lehet lemenni a Lukácsárok és a rámszakadék fele, de mi megyünk piroson, kerülünk egy nagyot és úgy be Dömösre. Erre még soha nem jártam. Na hát ilyen az út lefele. Közben a fák között azért látszanak a nagy hegyek is. Nagyon szép ez az út. Hát erdei. Sok fa meg van jelölve, valószínű itt erdészkedés fog lenni nem sokára. Fakivágás. Látványos innen is. Nekem tetszik. Főleg ilyenkor, mikor, és ha jól látom, talán ott van lent a rámszakadék. Megpróbálok rá közelíteni. Ha minden igaz, az lesz az. Továbbra is a piroson. És itt van valamilyen emlék, mi nem tudom, mert térképen nem láttam. Sok minden ezen se látszik. Ha meg aki akar itt tud enni, pihenni.
Enyhén light, nem meredek. Hát majd valamikor meredekekbe fog csapni, mert hát a Duna szintjére csak le kell mennünk. 600-valahány méterről. Egy kis hóvirág, de ez már a szabadban van. Hát az úton több fele is volt. Továbbra is a piroson. Hát itt nagyon nagy látványosság nincs, de viszont gyönyörű erdőben, szép időben tudunk sétálni. Sejtem, hogy nyáron is nagyon jó kis út, csendes, gondolom, ezt kevésbé járják, igaz? Hétvégén biztos sokan vannak itt is, mert azért taposva van rendesen az út. Egy vadi új pihenőhely. És itt is van egy pad. Hát ilyen a kilátás innen. Most nem tudom, hogy ha kilombosodnak a fák, hát valami emlékhely. Azt nem is láttam a térképen. Előbb is volt, de felirat nincs rajta, úgyhogy fogalmam sincs. Ugyanezen van valami. Jó, tosi szikla. Na, azt a mindenit, itt már jártam. Na, nagyon szép hely ám ez itt. Ott is arra rendesen van szikla. Na, és akkor a várva várt meredek is megérkezett. Itt már akkor belecsapunk lefelé a lecsóba. Itt egy kicsit már látványosabb a holló, meg belekárog a felvételbe. Megzavartuk biztos a napját. De nem látom, hol van. Itt már izgalmasabb azért lefele is. Lépcsős. Jó meredek. Piroson mi elmegyünk arra fele, de van ott valami, megnézzük, milyen kilátóhelyszerűség. Igen, de hát nem tudom, hogy ki mit lát ki, hogyha levelesek a fák már. Ja, van itt egy pad. Ez egy pihenőhely, nagyon szép helyen van. Azért körülnézünk itt is, ha már eljöttünk ide. Na, és itt van valami emlékmű. Nem tudom elolvasni, nem látom, nincs rajtam a szemüveg. Na, hát azt hittem, nem lesz itt már semmi látnivaló ma. És azért mégis akad. Valamennyire a másik oldal hegyeire is ki lehet látni. Hát ennyit. És itt a holló az előbb, amit említettem, megtaláltuk, itt károg. Hát ennyire lehet itt az ágok között látni. Hívja a párját. Lassan tojni fognak költeni. Na, egy eligazító tábla. Mi arra jobb oldalra megyünk lefele. Dömösre, majdnem 4 km, rám szakadék 1,4 a zöldön, lukácsárok a sárgán meg a zöldön. Pili Szentlélek 3,8. Van itt valami pecsételős láda, dobogókő, és arra pedig Pilis Marót 5,2. Egyszer meg kellene nézni azt is, és akkor arra vezet lefele az út a Pilis, akár meg a zöld kereszt is, és akkor innen jöttünk. Indulunk lefele. Nekünk ez lesz a jó, és van valami forrás, nem tudom, mi az a zöld, akármi a körútjelzés talán. Hát itt lefele kemény volt jönni, mert csúszik nagyon a kavics, vagyis hát a kő. Akkor a faágok is levél, meg maga a talaj is csúszós. Hát itt igazi ösvény lefele, meg jó meredek is. Valamilyen kopjafa van itt is egy kis paddal. Ezen van tábla,
el tudom olvasni a szöveget. Most jöttünk át egy tökéletes műúton. Ami Krisztóf Csikó Otto, hogy hívják. Hát megyünk lefele, gyönyörű szép erdőbe. Ott valami nagyon nagy látnivaló lesz, úgyis fotózok, filmezek még. Újabb pihenő egy réttel. A gyerekekkel jön az szabadjára, engedheti őket itt. És arra megyünk befele, itt már valami tábla is van. Nem vagyunk már messze, már nagy szintet sem kell lefele menni. Mi lesz még erre, nem tudom. Na, kijöttünk a tisztás felé. Egy pillanatkép a vadálló kövekről. Gyönyörű vörös fenyő. Ha igaz, nem biztos. Nem vagyok otthon benne nagyon. És a szikrázóan kék ég. És még egy pamacs sincsen szinte. De a hold az viszont fent van. Nagyon szép kis szabdal terület van itt. Hát nyáron is gyönyörű lehet ez a rész. Itt a hatalmas fák alatt. Na most egy ilyen írtottak arra kint, ott megtörtént az ebéd is. Le lehetett ülni a nagy gyönyörű napsütötte időbe. Nagyon szép ez a szurdokvölgyszerű valami, sőt az is. Csak nem az alján jövünk, mert azt nem tudom, hogy ott el lehet-e menni, vagy valami patak. Hát felülről nem látszik, de hegyek vannak itt szépen. Itt, hát egy jó minőségű úton jövünk, itt erdészeti úton. Nagyon szép. Hát elkanyarodunk arra fele. Itt is le lehetne menni, valami ház van ott. És ott már szembe a Dunának a szalagja, a Szent Mihály hegy. És akkor rövidesen Dömösre érünk. Már a Duna is látszik. Ki kell másznunk most itt a kerítésen. Valami temető is van itt. Környező hegyek még. Pár kép, aztán nem sokára leérünk. Itt van valami betonépítmény, nem tudom mi lehet ez. Hát valami készült itt egyszer. Megérkeztünk Dömösre, a főúthoz. Szembe a barlangok, hát egy kicsit közelebb hozom. Szent Mihály hegyen. Megkeressük a busz megállót. Elmegyünk haza. Na, a túloldalon megy a vonat is, a tehervonat. Na mindegy, nem érdekes. Ezzel a Budaörs, Dömös vagy Dömös Budaörs befejező kockái peregnek most. Aki itt lejön, még tud, itt van egy perszó, most látom. Be tud menni. Ha szomjas. És akkor, akinek tetszik, lájkolja ezt a filmet, aki szeretne még filmet nézni tőlem, az iratkozzon fel a csatornára, és hamar értesül róla, hogyha új filmet készítettem. Hát akkor jó filmnézést, a viszontlátásra.